Tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Idestova, két évvel ezelőtt, amikor itt ennél a tónál voltunk, akkor meglehetősen síralmas állapotokat láthattunk, egy elhinárosodott, egykor oly népszerű pihenőpontja volt ez a városnak, ami úgy tűnt, hogy már semmilyen jövővel nem rendelkezik, hiszen sokan azon gondolkoztak, hogy talán legegyszerűbb lenne elfelejteni ezt a tavat, és nem lehet már újra varázsolni. Akkoriban sokat beszéltünk erről, és tulajdonképpen a megbeszélések eredményeként egy olyan szövetség alakult ki Ajka városa és köztem, amelyben arra tettem ígéretet, hogy amennyiben a térség országgyűlési képviselőjeként a jövőben az országgyűlésben képviselhetem többek között az ajkaiakat is, akkor mindent megteszek annak érdekében, hogy ne csupán a térség egésze, hanem annak lehetőség szerint minden egyes települése, lélekszámát tekintve legnagyobb települése, Ajka is, lássa a hasznát annak, hogy én vagyok az országgyűlési képviselője ennek a térségnek. Ajka számos területen lépett előre, megérdemelten, hiszen olyan elképzelésekkel és olyan jövőképpel rendelkezik, amelynek következtében ez a nagy ipari hagyományokkal bíró és gyönyörű természeti környezetben található város visszanyeri fokozatosan a helyét nem csak a magyar nemzetgazdaságban, de Magyarország turisztikai térképén is. És ennek az egyik nagyon fontos lépése most, ennek a tónak, illetve a tó legújabb beruházásának, a hídnak az átadása, és ehhez kötődően az élhető város kialakítása további projektjének az átadása is, amelynek különös jelentőségét adja, hogy ez már az Európai Unió finanszírozásából és a 2021-27-es pénzügyi időszakból valósul meg, azaz pontosan abból a pénzügyi keretből, amelynek az első részletei éppen most érkeztek meg Magyarországra, rácáfolva sokak szkepszisére, akik úgy gondolták, hogy úgysem fogjuk tudni sohasem megszerezni ezeket a forrásokat. Íme most már a kohéziós pénzek is érkeznek ütemesen, és ennek következtében azok a beruházások is, amelyeket eddig a magyar költségvetés megelőlegezett, most már Európai Uniós pénzekből tovább folytatódhatnak, illetve megvalósulhatnak. Többek között ezeknek a beruházásoknak, így az ajkai beruházásoknak is köszönhető az, hogy 2014 és 20 között az akkori uniós pénzügyi időszakban azokat most már lezárva, és azokat a projektekkel, azokkal a projektekkel elszámolva, Magyarország az első három legsikeresebb Európai Uniós tagállam közé tartozik az uniós források felhasználását tekintve. És a mostani 2021-27-es időszak is jól indul, hiszen ezzel, hogy most már az Európai Bizottságtól megérkezett az első nagyobb utófinanszírozási csomag, ezzel az elsők vagyunk az Európai Uniós tagállamok között a 2021-27-es időszak Európai Uniós forrásfelhasználását tekintve. De ez nem csak számszerűség számunkra, hiszen azért tudunk sikeresek lenni az uniós tagállamok között, mert a mi projektjeink tervezéstől a megvalósításig pontosan olyanok, mint itt az ajkai projektek is, amelyek nem elvont eszméket, elvont célokat, vagy természettől elrugaszkodott elképzeléseket szolgálnak, hanem az egyetlen célja az, hogy Magyarország az Európai Unió legélhetőbb országai közé tartozzon, azok közé emelkedjen, és ezt csak úgy tudjuk elérni, hogyha minden egyes városban, minden egyes faluban tudjuk az ott élők életkörülményeit javítani, hozzá tudunk adni az ő életükhöz, és gazdagabbá tudjuk tenni az ő életüket. Bízunk abban, hogy ezek az ajkai projektek is hozzájárulnak ahhoz, hogy minden ajkai és minden ide látogató turista egy kicsit gazdagabban térhessen este nyugovóra, hogy aztán másnap új erővel kezdje a napjait. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönjük szépen, most pedig megkérem Schwarz Béla polgármester urat, mondja el köszöntőjét. Tisztelt miniszter úr, kedves barátaim! Tulajdonképpen most két programnak vagyunk a tanúi, az egyiket bezárjuk, a másikat pedig megnyitjuk. Bezárjuk azt a programot, amiről miniszter úr beszélt, amikor 450 milliós támogatás érkezett Ajkára, és többek között a tó és környékének a rendbetételére szolgált ez,
És itt ragadom meg az alkalmat, hogy valóban miniszter úr nagyon jól mondta, hogy milyen ártatlan állapotok voltak itt a tó körül. Mi magunk próbálkoztunk ott a rendbetétellel, de ez hosszú időt vett igénybe, és őszintén szóval nem is tudtunk vele megbirkózni. És ekkor hívtuk segítségül az Aranypont ZRT-t Lévai Ferenc vezérigazgató úr vezetésével, akik hát ebben az évben lényegében újra visszaadták a tónak azt a jellegét, amit mi ajkaiak régóta megszoktunk. A tó vize tiszta, nagyon szép, nagy halak vannak benne, kínárt nem látni, és hát Lévai urék folyamatosan monitorizzák ezt a tavat, és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ez még egyszer elő ne forduljon. Tehát ezt a programot lezárjuk. Egy másik programot pedig megnyitunk, és ez az Élhető Város Program, és az Élhető Város Programnak egy nagy része a Városliget fejlesztésére szolgál. Többek között a Városligetben meg fog valósulni egy futópálya, egy rekordtán futópálya, amely ott is futnak ugye emberek, nem ez a futópálya, ami most futnak, ez mellett, de a tó körvonalát követve egy 1 km hosszú rekordtános futópálya készül, és ott mindenki kedvére futhat, ez teljesen díjmentes lesz. További fejlesztések várhatók, ugye ezt a területet, ahol itt önök állnak, ezt a területet rendezvénytérré alakítottuk át, ugye körülbelül 30 ezer köbméter iszapot mertünk ki a tóból, és azzal feltöltöttük ezt a területet, azzal a céllal, hogy ez lesz a városi fő rendezvény központ. Tehát például a jövő évi május 1-ét is itt szeretnénk már megtartani, és minden olyan rendezvényt, amit eddig a városközpontban voltunk kénytelenek megtartani szűk helyen, az itt ragyogó körülmények között teljes kiszolgálással meg tud valósulni. Ki kell építenünk a közvilágítást, hiszen csak részlegesen van megépítve a közvilágítás a Városligetbe, például a szigeten sincs közvilágítás, csak a megközelítő utakon, tehát most teljes körűen ez kiépítésre kerül. Megfelelő utcabútorokkal látjuk el az egész Városligetet, legnagyobb igény a padokra van, tehát közvilágítás, padok, mindegy 50 pad lesz majd itt jelen, új szeméttárolók, és valamennyinek a dizájnja az azonos lesz, és szinkronizálni fog majd a híthoz. És itt szeretném megköszönni azoknak a kollégáimnak, akik itt vannak, akik ebben közreműködtek, ugye ez egy elég nehéz kérdés volt, hogy milyen színű legyen a híd. Hát a hidat végül is ilyen színűre hát kértük megoldani. Maga a híd az körülbelül 10 tonna acélból készült, hát ilyen színe van. A következő év végi ünnepekor majd ki fogjuk világítani, és a hidon átvezetjük majd az elektromos áramot a szigetre, és a szigetről fogjuk megtápálni azt a 2 szökőkutat, ami valamikor Ajkán üzemelt, és aki akkor kisgyerek volt, vagy már élt, az emlékszik rá, hogy milyen szép képet mutatott a 2 szökőkut. Az egyik a kórházi öbölben, a másik pedig a főutcai öbölben kerül majd elhelyezésre. Egy új nyilvános toalettet is fogunk építeni, és minden járdát átépítünk, ami ide vezet. És hadd szóljak még, hogy a tóvendéglő tulajdonosa, Sas Csaba is itt van közöttünk, ugye az ő segítségével kaptuk most ezt a teret. A tóvendéglő is át fog épülni, a tóvendéglő tulajdonosának készen vannak a tervei, és remélhetőleg az is megújulva fogadja az ide látogató, pihenni vágyó embereket és másokat, akiket érdekel ez a terület. Kedves barátaim, én mindenkinek megköszönöm, aki aggódott ezért a tóért, és a Városligetnek a fejlesztéséért. Tulajdonképpen ez egy több éves, huzamosabb munka eredménye, hiszen elkezdődött annak idején a Székely sétánnyal, ugye Székely keresztúr városa adományozta a Székely kaput, ott helyeztük el Petőfi szobrát, és ugye Székely keresztúron töltötte Petőfi Sándor az utolsó éjszakáját, és onnantól kezdve így módszeresen építettük fel a Városligetet, ami több parknak az együttese,
hiszen tőlünk balra terül el a Geopark, ugye a Geopark az egy szoborpark lesz, hát most még csak a Gea található ebben a parkban, de hát ugye a Gea az a föld anyja, hát a föld anyja az a többi szobrot is vonzani fogja, úgyhogy az is ki fog épülni, és mindaz, amit itt már az előbb említettem, az majd megtalálható lesz, és ez egy nagyon széles és attraktív jelenség lesz. Szeretném megköszönni miniszter úrnak, aki mind a két programot gondozta, segítette, sőt az egyiknek az ötletét is te adtad, miniszter úr, úgyhogy ezt nagyon köszönjük, és hát lám, ilyen szerencsés időszakban vagyunk, és ilyen szerencsés körülmények között vagyunk, hogy ilyen országgyűlési képviselőnk van, és remélhetőleg ez a jó kedved, ez a tenni akarásod, ez meglátszik az egész térsége, leginkább Bajkán szeretnénk, ha meglátszana, és vigyázunk rá, nehogy megbetegedj, vagy valami dolog, nehogy felüsse a fejét, és köszönjük a jelenlétedet, és a segítségedet, és hát majd most elvágjuk a szalagot, és felavatjuk a hidat, és használják, menjenek a hídra, menjenek a szigetre, ott Fekete István állatfigurái találhatók, ugye egy több mint fél évig nem lehetett őket látni, de időközben azokat is kijavítottuk, úgyhogy nem abban a formában látják, ahogy legutóbb, hanem minden kis szobrot megjavítottunk, rekonstruáltunk, úgyhogy remélem, hogy azok is méltó módon igazodnak majd ezekhez a tervekhez, amiket itt elmondtam. Köszönöm a figyelmüket! Köszönjük szépen polgármester úrnak! Tisztelt egybegyűltek, a következőkben az ünnepélyes szalagátvágásra kerül sor, amire meg is kérem az urakat, és ezt követően még egy sportos hordogúrítás is vár rájuk. Legyél bátor, menj mindenki elé, nyugodt a kicsit lépő oldalra, hogy a pontban egy jó eset. Vagy szerint.